Elégedetlenek az egységes bértörvényel, általános sztrájkra készül az ország legnagyobb egészségügyi szakszervezete, a Szánitász. A szakszervezetek múlt héten tárgyaltak az egységes bértőnyvényről a munkaügyi, valamint az egészségügyi minisztérium képviselőivel, de eredménytelenül. A Szanitász azt kifogásolja, hogy bizonyos egészségügyi alkalmazottakra nem terjed ki a közalkalmazotti béreket korrigáló sürgősségi kormányrendelet. Idén ugyanis bár megemelték az orvosok és asszisztensek bérét, a rendelet viszont nem vonatkozott az administratív és technikai, illetve a kisegítő személyzetre. Mi azt kérjük, hogy a kisegítő személyzetre a közegészségügyi igazgatóságok alkalmazottai az iskolai és egyetemi rendelőkben, valamint a szociális asszisztensek is kedvezményezetjei legyenek a sürgősségi rendeletnek. A a Sanitárs megyei vezetői ma elkezdték a tiltakozó akciókra vonatkozó aláírásgyűjtést. Popsori Ján Híradónak elmondta: Szeptember 20-án a Munkaügyi Minisztérium, 27-én a Pénzügyminisztérium, október 4-én az Egészségügyi Minisztérium, majd a Parlament előtt tartanak sztrájkőrséget, október 19-én figyelmeztető sztrájk, 31-én pedig általános munkabeszüntetés következik, ha addig nem sikerül megoldást találni a bérek kiegyenlítésére. A páciensek egészségügyi ellátása forog kockán, de a sürgősségi orvosi ellátást semmiképpen nem befolyásolná, és a törvény értelmében a többi egészségügyi ellátás egyharmadát sztrájk esetén is biztosítaniuk kell. Az egészségügyi miniszter múlt héten még azt mondta, októberben költségvetés kiegészítés lesz az asszisztensek, az adminisztratív személyzet és a minisztérium alkalmazottai számára.